Gyermekpornográfia miatt letartóztatták a perui magyar nagykövetet, tudta meg az Index. A portál szerint az eset tavaly tavasszal történt, Kaleta Gábort pedig teljesen titokban hozta haza a terrorelhárítási központ. A TEK ezt azonban utóbb cáfolta. A magyar nagykövet egy nemzetközi gyermekpornográfia hálózat lefülelésekor került a hatóságok látókörébe. Kaletát ezt követően tartóztatták le és fosztották meg nagyköveti rangjától. A külgazdasági és külügyminisztérium megerősítette, hogy Kaleta nagyköveti megbízását tavaly áprilisban megszüntették. Közben az Index azt is megtudta, hogy a fővárosi főügyészség már tavaly novemberben vádat emelt a diplomata ellen. Bár a főügyészség a terhelt nevét nem közölte, azt viszont igen, hogy a kérdezett ügyben egy személy ellen vádat emeltek. A Magyar Nemzet pedig már arról írt, hogy márciusban kezdődik a volt perui nagykövet pere. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hol van most Kaleta Gábor? Hadd idézzem a Hírklik cikkét. Február 10-e délután Azerbajdzsánban menekíthették a pedofil ügybe bukott magyar diplomatát, 3. Nem tudom, hogy hol lehet, őszintén remélem, hogyha valóban elkövette ezeket a bűnöket, akkor egy cellában üldögél. Hol? Itt Budapesten, vagy itt Magyarország. Nem tudják tehát. Nem azt tudjuk. Biztosan tudjuk most már az információk alapján, hogy márciusban kezdődik a pere. Igen, hát az információk alapján az az érdekes az egész ügyben, hogy a magyar kormány illetékesei nagyon mélyen hallgattak erről az ügyről, miközben a pedofilia bűncselekménye, pornográf képek tárolása, terjesztése, megosztása az, és általában a gyerekek sérelmére elkövetett ilyen típusú szexuális bűncselekmények, azok a legsúlyosabb bűncselekmények. Nem is véletlen, hogy korábban én magam többször kezdeményeztem, most is bent van egy határozati javaslatom, hogy azokat a személyeket, akiket ilyen bűncselekmények miatt elítélnek jogerősen, azok kerüljenek fel az internetre névvel, címmel, arccal, hogy tudjuk, hogy kik azok, akik a gyerekek közelébe kerülhetnek. Nagyon fontos nemzetközi joggyakorlat van erre. Van erre, az Amerikai Egyesült Államokban, de Lengyelországban és Ukrajnában is van ilyen törvény. Eddig minden alkalommal utasította a kormány ezt a javaslatomat. Indoklást kapott arra, hogy miért utasítják el ezt a javaslatát? Most másról beszélünk, de fontos. A személyiségi jogokra hivatkozva. Hogy a nézők értsék, azért hívják még egy törvénynek. Például az Egyesült Államokban elnézést, ott voltam, amikor ezt a törvényt elfogadták, mert egy kislányt újra megerőszakolt egy olyan pedofil, aki szabadulása igen, után a környékre. És a szomszédba lakott konkrétan, és ugye a szülők átengedték hozzá a kislányokat, nem mert azt gondolták, az hogy egy rendes bácsiról van szó. Miközben, hogyha létezett volna a törvény, nyilván egyetlen szülő sem engedné át a gyerekét a szomszédba, sőt nem nagyon szeretné, hogy egy ilyen személy lakjon a szomszédban. Visszatérve a Kaleta ügybe, lehet-e bármit tudni arról, felmerül-e, hogy a pornográf képek tartásán túl és cseréjén túl követette el bármilyen kiskorúak sérelmére bűncselekményt? Ez nyilván majd a vádiratból fog kiderülni, amikor nem merült ez még. Azt láthatjuk. Én pontosan azért adtam írásbeli kérdést mind a belügyminiszterhez, mind a külügyminiszterhez, és a legfőbb ügyészhez is tegnap este, mert ennek az ügynek a körülményét ezért ki kell vizsgálni. Itt egyrészt egy nagyon súlyos bűncselekményről van szó, másrészt egy nagykövetről van szó. Harmadsorban állami tulajdonú gépen tárolták ezeket a fotókat, 19 ezeret állítólag, ami tehát egészen elképesztő. Negyedészben pedig ez egy nemzetközi együttműködésnek az eredményeképpen derült ki. Viszont mi merül fel a kormány felelőtlenségével kapcsolatban, hiszen az eddigiek alapján úgy néz ki, hogy mindent úgy csináltak, ahogy kellett. Kaptak arról információt partnerszolgálattól, jelzés alapján, hogy mi történik, letartóztatták, nagyköveti rangjától megfosztották, vádat emeltek ellene, kezdődik a per. Hol a hiányosság? Az első hiányosság az, hogy elfelejtették tájékoztatni a közvéleményt, hogy van itt egy ilyen apró probléma. Uh-huh. És annak, hogy miért... Kötelességük lett volna? Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Ugyanis a magyar állam képviseletében eljáró személyről van szó. Nem egy átlag állampolgár volt a tekintetben, hanem Magyarországot képviselte Peruban. Aztán az egész ügy, ahogy láttuk, hallottuk, olvastuk a híradásokban, ugye nem lehet tudni, hogy hogyan került haza a nagykövet. Hát és azt sem tudjuk most, hogy hol van, hogy felmerül ez az Azerbajdzsán szál. És hogy ugye az egyik internetes portál írta meg, hogy valakik megjelentek és elvitték, és aztán már csak itthon bukkant föl. Na most a kettő között, tehát a
lement a nagyköveti rezidenciáról, vagy a nagykövetségről az utcára, és aztán itthon letartóztatták. A kettő közötti időintervallumról azért csak szeretnénk valamit tudni. Én őszintén remélem, hogy ebben mind a belügyminiszter, mind a külügyminiszter nyitott lesz és válaszol ezekre a kérdésekre. A legfőbb ügyésznek pedig arra kell válaszolnia, hogy egyébként oly buzgó ügyészség, amely minden egyéb ügyben tájékoztatja a magyar állampolgárokat, ebben az ügyben miért nem tájékoztatta az állampolgárokat, különösen akkor, ha már novemberben vádat emeltek a volt nagykövet ellen. Még egy fontos kérdés merül fel. Megpróbáltuk megnézni a mentesség szabályait, ugye, hogy a diplomatákat mikor nem lehet egy adott országban vegzálni, hogy egyszerűen fogalmazzak. Lehet akkor, hogyha az adott országban, a fogadó országban ingatlanra vonatkozó dologi jogi pere van, ha peres hagyatéki eljárása van, ha szabad foglalkozással összefüggő ügye van. Pedofília, gyilkosság, közlekedési baleset. Még egyszer szerintem, hogy ki kell vizsgálni és ki kell deríteni, hogy mi történt, vagy hogyan történt egyáltalán az, hogy hogyan értesült a magyar állam arról, hogy ez a személy ilyen bűncselekményt követett, vagy követhetett el, és mik voltak azok a lépések, amiket tettek, mert mondom, most csak azt látjuk, hogy egyik nap nagykövet volt, aztán a következő hír az, hogy ugye letartóztatták, ugye ezt hallottuk az elmúlt napon. Ez eddig jó irány? Majd vádat emeltek ellene. Ez rendben van, csak én azt gondolom, hogy ennek kellett, hogy legyen valami előzménye. 19 ezer fotó nem egyetlen nap alatt kerül valakinek a gépére. Azt azért meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetséges, hogy a nagykövet zavartanul tárolhatta ezeket a képeket, akár a gépére. Ön utal most arra, hogy erről tudhatott mást is? Vagy hogy a C-típusi átvilágításon nem ment át, és mégis kiengedték? Én nem tudom, éppen ezért kell ezekben az ügyekben nagyon világosan és kristálytisztán beszélnie mind a belügyminiszternek, mind a külügyminiszternek, hogy az egészen képtelenség, hogy valaki 19 ezer fotót egy nap alatt tölt föl a gépére. Az biztos. Tehát én azt gondolom, hogy biztosan van rá technológia, én ezt nehezen tudom elképzelni ebben az esetben. Tehát kellett, hogy ennek legyen valami előzménye. Na most a nemzetbiztonsági ellenőrzés azért nagyon sok mindenre. Igen, igen, erről meséljen egy nagyon sok mindent vizsgál. Nyilván vizsgál ilyen típusú szexuális aberrátságot, tehát tekintetben csak ennyit tudok mondani, mert valaki kiskorúak fotóját gyűjtögeti a képén, vagy a számítógépén, vagy akár, nem biztos, hogy számítógép, mert ugye arról volt szó a hírekben, hogy WhatsApp csoportokat hoztak létre, tehát valószínűleg az is lehet, hogy telefonon. De mindezt egy állami telefonon kellett, hogy megtegye, vagy az állam által birtokolt számítógépen. Hát azért ezeket időről időre ellenőrizni kell, hogy mi ennek a protokollja? Amikor állami eszközöket használnak külszolgálaton lévő diplomaták, akkor annak a transzparenciája milyen? Nyilván van ezt a belső szabályzóik szabályozák, tehát a külügyminisztérium belül is. Feltételezem azért, hogy a külügyminisztériumban bármelyik időszakban nem számoltak, hogy akkor lesz itt egy ember, aki ilyen képeket fog tárolni, de ezeket ellenőrizni kell időről időre, nyilván még egyszer mondom a külügy belső protokollja szerint, hogy milyen információk, milyen dokumentumok, milyen fotók vannak. Az se tűnt föl senkinek, a 19 ezer fotó azért az egy hatalmas állomány. Tehát nem tűnt föl senkinek, hogy valamiért ennyi fénykép van a nagykövetnek. Nem foglal az olyan őrületes helyet, vagy megnézik a gépet, vagy nem nézik meg. 19 ezer ilyen típusú fotó, különösen, hogy az egy telefonon van, mert megjegyszem, hogy a WhatsApp csoportba cserélgették, ha ez egy telefonon van, az egy hatalmas mennyiség. Adott mennyiség. Tehát ezért én azt gondolom, hogy meg kell nézni az előzményét is, hogy volt egyáltalán gyanú, a magyar hatóságok felfigyeltek erre, együttműködtek a nyomozást indító spanyol hatóságok. A hírek szerint igen? Minden csak a hírek szerint, és ez a probléma, igen. És ez az alapvető igen. Probléma, hogy most is nem azért tudjuk ezt az esetet, mert egyébként egy zárt ülésen eljött a bármelyik miniszter, és azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, van itt egy ilyen probléma, amit azonnal kezeltünk, így, ilyen protokollok szerint, ezt csináltuk, azt csináltuk, azt csináltuk, hanem titkolózott ebben a kormány, nem beszélt erről a legfőbb ügyészség, és hogyha nincsenek az újságírók, akik nyilvánvalóan kaptak egy fülest, és ez alapján írták meg, mi sose tudnánk arról,
hogy ez az ember milyen ocsmány bűncselekményeket követett el. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, amikor ezt a hírt olvastam, én egészen megrendültem, mert nem csak azért, mert egy nagykövet, aki Magyarországot képviseli, az már önmagában óriási szégyent hozott Magyarországra, hanem hogy valaki azt gondolja, hogy ezt megúszhatja bármilyen módon. Én szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ebben dolgoztak, és őszintén remélem, hogy ez a határozati javaslat, amit én beadtam, ami kifejezetten arra megy, hogyha megvan a jogerős ítélet ilyen szexuális bűncselekmények ügyében, pedofilok ügyében, akkor nyilvánosságra lehet hozni ezeknek az embereknek a személyes adatait, ezt végre támogatni fogja a kormány a kiskorúak érdekében. Ez egy másik és nagyon-nagyon fontos kérdés, erről is beszéljünk majd, hogyha eljön annak az ideje, és minnyáján nagyon várjuk a belügyminisztérium és a külügyminisztérium beszámolóját a történtekről. Köszönöm szépen, hogy eljött.